78 éves lenne Andy Vajna, ez az, ami a Mughal film legendás filmje, mint most fotó. Hétfőn Andy Vajna, aki egy hosszú betegség után 2019. januárjában halt meg, ünnepli 78. évfordulóját. Az üzletember a magyar és a nemzetközi filmipar egyik fő figurája volt, több hollywoodi csillagot hozva országunkba, köszönhetően Gábor Koncnak, hogy barátságot kötött Arnold Schwarzeneggerrel. Bance istenens válaszolt a 6. helyre a legértékesebb magyar hírességek listáján, videó. Sokan még mindig sírják Vajnát, aki halálának napjáig megpróbált valami újat és jót csinálni, és kreativitása ismeretlen. Szakmai kapcsolatai, tudása és barátai azt is gondolják, hogy a producer véres üzletember volt, de egy jó és figyelmes ember is, aki állandóan azt akarta, hogy országunknak adjon. Gábor Koncz találkozott Andyvel az 1988, a Shred Cup lövöldözése során, amely gyorsan közös hangot talált. A film főszereplői James Belushi és Arnold Schwarzenegger voltak, Gabe barátságával az utóbbival. Gábor Koncz mindig ivott egy kávét a producerrel, MTI Zsolci. Nagyon hihetetlen egy ilyen nagy nevű filmben. Nagyon jó emlékezni erre az időszakra ma. Andy nagyon jó volt, bemutatta Arnoldnak, aki, bár akkoriban a világ konjugális sztárja volt, teljesen közvetlen, emberi és barátságos volt. Jól értünk, szerettük egymást, és tartozom Andynak, mondta Gábor. Andy, nem voltunk napi kapcsolattartásban, de készen állt arra, hogy később találkozzon vele. Minden esetre ivottunk egy kávét, amikor valahova esettünk. Ezen a ponton megvitattuk, ki történt az előző találkozónk óta. A film nagy részét Magyarországon készítették, de Schwarzenegger többször is meglátogatta országunkat, még Andy temetésére is. Gabriella Jakubcsek már a kezdetektől kezdve nagyon jó szakmai kapcsolatban állt a producerrel, mert amikor Andy évekig visszatért Magyarországra, először interjút készített a Jakubcsekkel. Ezen kívül a Gabriella Show-ban is megadta legutóbbi interjúját. Az elmúlt 20 év magyar filmművészeti kultúrája sokkal kevésbé lenne, ha nem lett volna. Nagyon sok karrierje volt a magyar színészeknek, ha látta a tehetséget valakivel, mellette állt, és még ha nem is volt közös projektük, mindig a másik munkájára nézett, emlékeztette Gabriella Jakubcsek, szerette a tehetséges embereket, még akkor is, ha nem mindig dolgozott.